kívánna nyilatkozni a DKV ügyében? És a Vagykontónak miért nem nyilatkozik? Nem kívánok nyilatkozni a Vagykontónak, ezt szeretném is. A DKV, mint a helyi tömegközlekedésért felelős ellátó szervezet pénzügyi helyzete az katasztrofális, tehát évente milliárd fölött van az a veszteség, ami a helyi tömegközlekedésből származik. Ami nézetkülönbség volt most a városi közgyűlésben az az, hogy a Fidesz frakció és a városvezetés csak abban az irányba mozdul el, hogy Debrecen városának kompenzálnia kell a közszolgáltatási fejlődés módosításával ezt a veszteséget, és próbáljunk meg az állammal tárgyalgatni. Mi feszegettük a harmadik lábát is, hogy ebbe a közszolgáltatási rendszerbe olyan szerződések vannak, amiket felül kell vizsgálni, mert például a konzorciális szerződés, ami az új buszok bérletét tartalmazza, azokat súlyos milliárdok és megítélésünk szerint egyoldalú szerződések, ahol a bérbeadó nem vállalt kockázatot, csak Debrecen városa, illetve az üzemeltető. Ezekbe az irányokba lehet elmúzulni, magyarul a konzorciális szerződés, az állami hozzájárulás mértékének növelése, illetve természetesen sajnos az is benne van a papír, hogy a városnak is a bevébe kell jönni. Milyen reális megoldást látna a DKV pénzügyi problémáinak megoldására? Az az igazság, így most már utólag nagyon nehéz reális megoldást találni. Nyilván az, amit én módosító javaslatban felvetettem, az alapvetően még akkor is, hogyha van neki realitása, tehát az, hogy az állam vegye át ezeket a funkciókat, ez mégiscsak egy ördögtükör volt a Fidesz frakció részére. Be is igazolódott, ugye, hogy a rendszer azonnal felborult, hiszen az állami, a kormányzati toposzsal szemben a helyi Fidesz egyszerűen nem tud mit kezdeni, tehát nem tudja azt mondani, nem tudja biztos szívvel támogatni azt, hogy államosítani kellene. Nyilván én lennék a legutolsó, aki azt mondanám, hogy ez valóban komoly, bár hozzá kell, hogy tegyem, hogy én úgy látom az elmúlt évek tapasztalata alapján különben, hogy a Volán pályázata egy megalapozott, reális feltételeken nyugvó pályázat lett volna. Természetes, hogy a haval kezdődő mondatoknak nincsen értelme, tehát ezt nem tudjuk már, hogy a Volán hogy végezte a dolgát. Azt tudjuk, hogy a Volán különben egy hihetetlen ellenséges környezetben kellett, hogy dolgozom, folyamatosan vizsgálták, folyamatosan ellenőrizték, akár a személyes kötekedés szintjéig. És látjuk az átjelentésben különben azt, hogy a konzorciummal szemben az önkormányzat semmiféle ellenőrzést nem volt hajlandó elvégezni. Na most, amikor milliárdokról beszélünk, ráadásul milliárdos veszteségekről, nagymértékű utasszám csökkenésről, a járatsűrűség csökkenéséről, járatkimaradásokról, ezek problémák.